Békésen alszik a puha takarók alatt ez a baba, a felvétel készítése előtt néhány órával született. A csöpség már itt a felújított osztályon látta meg a napvilágot. A korszerűsítés során a sok régi kisebb korterem helyett négy teljesen új, tágas, családbarát szülőszobát alakítottak ki saját fürdőszobával. Amikor a család együtt van ezen a szép napon, amikor egy új élet jön, együtt is marad a következő egy-két napban, és onnantól kezdve együtt mennek haza, és tényleg az első perctől kezdve együtt lehet a család. Ilyenkor már nem lesz szükség arra a régi szemléletre, hogy itt külön kórtermekbe legyenek elkülönítve az édesanyák az újszülöttektől. Nem csak a szülőszobák újultak meg, hanem a kiszolgáló helységek is. Megszüntették a sok-sok különálló helységet is, melyek a felújítás után egy térbe kerültek. Ezek az átalakítások mind a családbarát szemléletmód kialakításához járulnak hozzá. Egybetettük a nővérpultot is, pont azért, hogy az információk egy helyre jöjjenek, mindenki lássa a maga szerepét, illetve miért tud segíteni a másiknak, illetve ez tudja megteremteni azt, hogy tényleg egységes szemlélet alakuljon ki. A korszerűsítés első ütemében 58 millió forintot biztosított az állam, ezt azonban több mint 20 millió forint saját forrással is kiegészítette a kórház. A szülészet és újszülött osztály átadását december 11-én tartották. Olyan körülményeket tudtunk kialakítani, amely kielégíti a 21. századi igényeket, amely lehetővé teszi a közös örömöt, lehetővé teszi az élet megszületésének pillanatát emelkedetten megünnepelni, az szerintem nagyon-nagyon fontos. Ritkán van jobban elköltve 58 millió forint, amit az államtól kap egy intézmény, mint az, hogy itt egy korszerű családbarát szülészet alakulhatott ki. A pályázat második ütemében a dolgozók továbbképzése, szemléletformálása, valamint az új eszközök beszerzése kerül a középpontba. Majdnem 37 millió forintot fogunk tudni költeni a megújult épületbe, új szülőszékek, szülőágyak beszerzésére, új központi monitorokat szerelünk be, amelyek a szülésre váró kismamákat figyelik, illetve a kisbabákat figyelik, és ezen kívül pedig még a születés utáni az újszülöttek ellátásához szükséges új eszközöket is beszerzünk ebből a forrásból. A pandémia miatt egy teljesen elkülönített COVID-osztályt alakítottak ki, ahol a fertőzött kismamák hozhatják világra gyermekeiket. Mindenkit tesztelnek, akiket felvesznek az osztályra, ha pedig pozitív a tesztje, akkor a visszarendelt kötelező vizsgálatokra is külön helyiségben fogadják. Jelenleg azonban a koronavírus járvány következtében kialakult szakorvos hiány miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ ideiglenesen felfüggesztette a Karolina Kórház szülészet, nőgyógyászat, sebészet és traumatológia fekvőbeteg szakellátását. Így az ellátást a Győri Kórházban lehet igénybe venni. A főigazgató hozzátette, igyekeznek mielőbb pótolni a szakemberek hiányát.